Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 23. fordulójában Székesfehérváron a Puskás Akadémia csapat ellen lépett pályára a hetek óta határozottan jó formában játszó Szombathelyi Haladás. A felcsútiak elleni derbit is jól kezdték a vasiak, ám a 18. percben Radó nagy zicserben még hibázott. Az első fél óra végén azonban Guzmics már jól célzott, amikor Radó baloldali szögletét fejelte a hazaiak kapujába. A Puskás Akadémia a 42. percben teljesen váratlanul egyenlített, Cvitkovics jó 24 méterről pókhálozta ki Rózsa kapujának bal felső sarkát. A Haladás azonban nem rogyant meg a bekapott góltól, és Radó találatának köszönhetően még az első fél időben visszavette a vezetést. A második játékrészben már inkább a küzdelem dominált, aminek köszönhetően jóval ritkábban forogtak veszélyben a kapuk. A keménykedésben Tóth egy Balázs járt az élen, akit a 71. percben a játékvezető teljesen jogosan kiállított egy rendkívül durva belépő után. A tízemberrel játszó hazaiak ennek ellenére a mérkőzés utolsó pillanataiban kis hián kiegyenlítettek, ám Nagy Gábor a gólvonalon állva kifejelte a hálóba tartó labdát. Így pedig a Haladás 2-1 arányban győzött. A zöld-fehéreknek már 38 pontjuk van, amivel továbbra is a negyedik helyen állnak, ám pontszámban beérték a bronzérmes pozícióban lévő Videóton együttesét. Artner Tamás legénysége legközelebb vasárnap délután a Honvéd gárdája ellen lép pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig a Rohonczi úti stadionban.